Nagykáló az újrakezdések városa. Amikor 1867-ben Nyíregyháza megyeszékhely lett, akkor Nagykáló háttérbe szorult, ugyanekkor pedig városi rangját is elvesztette. 1983-ban a járásrendszer megszűnésekor még a járásszékhelyi rangját is elvesztette, majd 1989-ben ismét városi rangot kapott. 2013-ban a járásrendszer újraindításakor korábbi rangját visszaszerezve a nagykálói járás központja lett. Így idén ünnepelte a városi rang 30. évfordulóját. Körülbelül nagyságrendileg a gázberuházás volt az első, iskolát építettünk, iskolákat építettünk, ugye ez általános iskola, szakközépiskola, szakiskola, óvodát építettünk, szennyvízberuházás valósítottunk meg, körülbelül 30 km utat aszfaltoztunk le, így teljes mértékben aszfaltos lett Nagykáló, tehát minden óta aszfaltos, 25 km járdát építettünk, szennyvíztelepet újítottunk fel, ivóvízminőségi javítóprogramot építettünk, körülbelül 10 km csapadékvízrendszert építettünk, ami a város problémás helyéről elvezett a csapadékot. Telek újultak meg, új városháza és járási hivatal épült, két városrehabilitáció is megtörtént, és két szociális városrehabilitáció is megvalósult, ahol két leszakadó városrészt újítottak meg, tette hozzá a polgármester. A város 30 év alatt teljesen átalakult, ez köszönhető annak a 20 milliárd forintos fejlesztésnek, amely a 3 évtized alatt segítette Nagykáló fejlődését.